nagyon nagy zúj esett le a pályára, szóval elég kemény volt, kondis lett a pálya, de nagyon tetszett, mert én a homokot szeretem. Az időmérő edzésre kicsit kiszáradt a pálya, vagyis nyomvonalasabb lett, ezáltal megnőtt a tempóm is, és egy második időt tudtam menni, aminek nagyon örültem, mert a rinkofert le tudtam nyomni. Az első futamban a rajtot elhoztam elsőnek, próbáltam arra filózni, hogy az első két kört azt megnyomom, és akkor eljövök a mezőnytől. El is jöttem, Bugyecerikkel. Próbáltam ott menni mögötte, az ötödik-hatodik körben volt egy ilyen bedurranás, ami kicsit szétestem, egy-két kör kellett ahhoz, hogy visszaálljak a normális tempomba, de ahhoz már késő volt, mert elment. De örültem ennek a második helynek, mert a rinkofert megint le tudtam nyomni. A második futamban a rajt kicsit szűkesebb volt, mert összezártak elém, de harmadiknak el tudtam megint jönni, de utána megint volt egy ilyen kis kiesés. Próbáltam zárkózni föl, de megint jöttek a lekérdezettek is. Katasztrófa volt, hiába mutatták neki, meg hiába üvöltöttem, nem engedtek el egyszerűen. Szóval eléggé lemaradtam, és rám jött Lét Gergő is. Összetetően azt hiszem harmadik lettem pont egyenlőséggel a Rinkoferrel. A szezonon elején azt szerettem volna, hogy a magyar bajnokságot azt megnyerjem. Most át is vettem a vezetést, innentől már csak rajtam múlik, hogy milyen pluszokat tudok belerakni, de nagyon meg szeretném nyerni. A német kornél készít fel a versenyekre, mind mentálisan, mind fizikálisan. Hétről hétre felkészülő mindegyik versenyre, elmondja, hogy hogyan, mi módon forduljunk, vagy startoljunk. Ennek nagyon örülök, hogy van ő nekem. Nagyon szépen köszönöm Horváth Lajosnak, hogy a háttér csapatban benne lehetek. Mert a legprofibb csapat Magyarországon. Elfáradtam.